Sziasztok! Üdvözlünk benneteket legújabb videónkban, ami terveim szerint egy 4-5 részes sorozat első része. Örömmel látom, hogy a Mennyit lehet keresni Svédországban és Mire elég a fizetés című videónk elnyerte tetszéseteket. Ezúton is köszönjük a rengeteg megtekintést, lájkot és hozzászólást. A videó alatti kérdésekből és kommentekből arra következtetek, hogy nagyon érdekel benneteket ez a téma. Éppen ezért indítok egy sorozatot, ami rengeteg hasznos információt fog tartalmazni mindazok számára, akik úgy döntöttek, hogy Svédországba költöznek. Ennek a videónak a végén egy kicsit részletesebben is betekintünk majd a következő részek tartalmába, de addig is vesézzük ki ennek az országnak a népét, a svédeket. Aki azt tervezi, hogy Svédországba költözik, nem árt, ha megtud néhány érdekességet a svéd emberekről, mert bizony elkerülhetetlen lesz találkozni, érintkezni velük. Mint minden nemzet népének, úgy a svédeknek is vannak sajátos szokásaik. Előnyből indulsz majd, ha néhányról már lesz tudomásod. Tudtad, hogy a svédek fikázni szoktak? Amikor ide költöztünk és először hallottam a fikáról, bevallom, én is teljesen másra asszociáltam. Aztán először is megtanultam helyesen kiejteni, ez a szó ugyanis úgy hangzik, hogy fika, és egészen pontosan kávészünetet takar. Ugye, hogy így már teljesen más? Szóval, ha egy svéd munkahelyen majd először hívnak fikázni, eszedbe ne jusson nemet mondani. Teljesen mindegy, hogy éppességgel nem vagy úgy oda a kávéért, csak vegyülj el, dob be egy sütit, és ismerkedj. Erre akár naponta többször is lesz lehetőséged, ugyanis a svédek nagy kávérajongók. Abból is a hosszú fajtát isszák, hogy a napi akár 4-5 után azért este elbírjanak aludni. Aztán tudtad, hogy a svédek nagyon pontosak? Órát lehetne igazítani hozzájuk. A munkaidőt is hajszál pontosan betartják. Ha találkozójuk van, szintén pontosan érkeznek, és ugyanezt várják el a másik féltől is. A pontosság a tömegközlekedésre is érvényes. A buszok, villamosok, ha hamarabb érkeznek a megállóba, kivárják a menetrend szerinti indulási időt. Bár Svédország az utóbbi évtizedben a bevándorlás politikájának köszönhetően igazi multikulturális ország lett, ennek ellenére, vagy éppen ezért a svéd emberek eléggé távolságtartóak. Így nem kell meglepődni azon, ha újonnan, külföldről érkezőként nem találod majd meg velük elsőre, vagy lehet, hogy sokat szóra sem, a közös hangot. A svédek konfliktuskerülőek, nyíltan nem konfrontálódnak. Ha vitába is keverednek, nem ordítják le egymás fejét, hanem kimérten próbálnak zöldágra vergődni a másik féllel. Megesik, hogyha például munkából kifolyólag egyik kollégának problémája van a másikkal, egyből inkább a felettesükhöz fordul segítségért. Ha sok veled a bonyodalom, legalábbis amit ők már annak ítélnek meg, szépen lassan megszabadulnak inkább tőled. Szóval igyekezzünk elkerülni az összetűzéseket, és ne akarjunk mindenáron szószólók vagy az igazság bajnokai lenni. Az IKEA, vagy ahogy a svédek ejtik IKEA, egy igazi nemzeti kincs, egy svédikum, ugyanúgy, ahogy például a téli szalámi egy hungarikum Magyarországon. Én is imádom, és a mi otthonunkban is a bútoraink nagy része onnan származik. És igen, való igaz, hogy egy svéd otthon nem otthon IKEA-s bútorok lakberendezési tárgyak nélkül. Általánosságban elmondható, hogy a svédek egészségtudatosak. A legtöbben megválogatják, hogy mi kerüljön az asztalra, igyekeznek minőségi alapanyagokból választani. Nincs is nehéz dolguk, mert a boltok polcai tele vannak mindenféle ekobió termékekkel, viszonylag megfizethető áron. A svédek nem csak a táplálkozásra, hanem a testmozgásra is odafigyelnek. Sokat járnak a természetbe kirándulni, és még a 70 éveseknek is van kondi bérletük. És el is járnak edzeni. Svédországban az élelmiszerboltokban maximum csak sört és cidert lehet kapni, minden más alkoholtartalmú italt csak és kizárólag egy erre szakosodott üzletlánc boltjaiban lehet megvásárolni, kizárólag 18 év felett. A svédek alkoholt csak hétvégén fogyasztanak, péntek estétől vasárnap délig, hogy legyen idő a hétfő reggeli munkakezdésig magukhoz térni. Ugyanakkor nagyon szeretnek bulizni.
Az egy külön program nekik, hogy felülnek a Dániába, Németországba vagy Lengyelországba tartó hajóra, felvásárolják a duty free shopok teljes kínálatát, és indulhat a buli. Talán már ti is hallottatok a svédek két legismertebb nemzeti ételéről, a húsgolyókról barna mártással és a heringről. Ezekhez társul még a prinzkorv, ami leginkább a Magyarországon is jól ismert mini virslihez hasonlítható, a főtt burgonya és a tojás, és már is kész az ünnepi menü, legyen is szó bármilyen ünnepről. Mindegy, hogy karácsony vagy húsvét, ezek az ételek állandóak az ünnepi asztalon. És ami szintén elmaradhatatlan, hogy minden ünnepkor kitűzik a házaikra a svéd zászlót. Az egyenlőségre és az emberi jogok tiszteletben tartására különös figyelmet fordít a svéd állam, és ezáltal a nép is. Itt nem fordulhat elő, hogy például valakit megszólnak az öltözéke miatt, vagy a nemi identitása miatt. Ez valahogy itt senkit nem érdekel. Nem másokkal foglalkoznak non-stop, hanem a saját dolgukkal. Lenne mit tanulni tőlük. Tehát, hogy a svédek az őszi-téli időszakban kivilágítják az ablakaikat? Ezt a szokást mi is azonnal átvettük, mert olyan hangulatos. Az őszi-téli időszakban nagyon korán sötétedik. Haborús az idő, van, hogy már délután 3-kor alig lehet látni, és reggel is csak 9 körül lesz világos. Manapság már csak a hangulat miatt kerülnek a lámpák az ablakokba, de ez a szokás a régmúltra nyúlik vissza. A halászfalvakban vagy a szigeteken élő asszonyok kivilágították házaikat, hogy a tengerről a halászatból hazatérő kedvesük tudja, hogy merre kell hajóznia. Az év legszebb ünnepét megelőző időszak a cégek körében is a készülődésről szól. Gyakori, hogy a munkahelyeken csapatokat alkotva mézes kalácsház építő versenyt rendeznek, amolyan csapatépítő jelleggel. Már november végétől elkezdődnek a jülbódok, azaz a céges karácsonyi partik. Ezek helyszínén legtöbbször bárok, éttermek, partihajók szolgálnak az elmaradhatatlan ünnepi vacsorával. Az előbb említett húsgolyó hering prinzkorv szent háromságon túl a karácsonyi vacsoránál megjelenik a sonka is az ünnepi asztalon. Sonka a karácsonyi menüben? Igen, ez számunkra is furcsa volt, mert mi magyarok a sonkát erősen a húsvéthoz kötjük, de hát ilyenek ezek a svédek. És ha már karácsony és téli időszak, el is érkeztünk a következő svéd szokáshoz. A hosszantartó borús, sötét téli időszak elől leggyakrabban a február közepi síszünetben melegebb éghajlat felé menekülnek feltölteni kicsit a D-vitamin raktárakat. Leggyakoribb úti céljuk a Kanári-szigetek és Tájföld. Mi 10 éve nyáron költöztünk Svédországba, és azonnal szembesültünk is azzal, hogy július elejétől augusztus közepéig itt szó szerint megáll az élet. Ne akarj semmi hivatalos ügyet intézni ebben az időszakban, teljesen felesleges, ekkor mindenki nyaral. Akinek van hétvégi háza vagy nyaralója Svédország valamelyik tengerparti szakaszán vagy a környező szigeteken, az oda vonul önkéntes számüzetésbe, a többiek meg utaznak, vagy csak otthon pihennek, és munkáról abszolút érthető módon hallani sem akarnak. A svédek nagyon állatbarátak. Nagyon sokan tartanak kutyát, akit teljes jogú családtagként kezelnek. Az itt teljes mértékben elfogadott, hogyha máshogy nem tudod megoldani, beviszed a munkahelyedre a kutyádat. Azért sem fognak feldeszemmel nézni rád, ha felviszed a tömegközlekedési eszközökre. Minden állattartó biztosítást köt a kis kedvencére, mert enélkül bizony nagyon sok pénzt kellene kifizetni egy-egy oltásért vagy állatorvosi ellátásért. Az egészségtudatosság mellett a környezettudatosság is jellemző a svédekre. Szelektíven gyűjtik a hulladékot, nem szemetelnek, az utcák a legtöbb helyen tiszták. Persze vannak olyan kerületek a nagyvárosokban, amelyekre ez nem igaz, de ott nagyobb számban bevándorlók élnek. Az utóbbi néhány évben egyre elterjedtebbek az elektromos autók. Az állam például adókedvezménnyel is honorálja az elektromos autót vásárlókat.
Közkedveltek az elektromos kerékpárok és szkúterek is, amelyek a nagyvárosok utcáiról egyszerűen kölcsönözhetőek. Tudtátok, hogy Svédországban nem szinkronizálják, csak feliratozzák az angol nyelvű filmeket? Itt mindenki olyan jól beszéli ezt a nyelvet, hogy erre semmi szükség. A gyerekek már második osztálytól tanulják. Az angol nyelvtanulás 7 színből áll. A főiskolára és egyetemre való jelentkezés egyik alapfeltétele a 6-os szint megléte, ami már inkább felsőfoknak, mint középfoknak felel meg. Ebben az a jó, hogyha valaki svédországi életen és munkavállaláson gondolkodik, de még nem beszél svédül, a kezdetekhez elég lesz az angol is. Később aztán kénytelen az ember megtanulni svédül is, mert minden munkahelyen elvárják, hogy ha már itt élünk, beszéljük is az ország hivatalos nyelvét. A svédeket általában mindenki úgy képzeli el, hogy magasak, vakítóan szőkék, mint Günther a Jó barátokból, és kék szeműek. Ez részben igaz is, de nem minden svéd rendelkezik ezekkel a tipikus ismertetőjegyekkel. Az 1930-as években, amikor Svédország még nem állt ennyire biztos lábakon gazdasági szempontból, tömegesen kivándoroltak az emberek például Amerikába egy jobb élet reményében. Ekkor, hogy legyen megfelelő mennyiségű munkavállaló, aki fellendíti a gazdaságot, vendégmunkásokat telepítettek az országba, szerte Európából. Ez volt a ma is fennálló svéd bevándorlás politika alapja. Az évtizedek során Svédország igazi multikulturális állammá vált, gyakorivá váltak a vegyes házasságok, és ezzel egyenes arányban csökkent a magas, szőke, kékszemű svédek száma is. Mivel nincs zéró tolerancia, a svédek szívesen fogyasztanak az ebédhez vagy a vacsorához egy-egy sört, amit nem tekintenek alkoholos italnak. Az alkoholmentes változaton kívül itt találkozhatunk egy lett öl, azaz light változattal, ami maximum 2,25% alkoholtartalommal rendelkezik, és vásárlása nem kötött a 18 éves korhatárhoz. Ezen kívül forgalmaznak még 4%-os söröket is. Jó, ha tudod, hogy Svédországban ittas vezetőnek számít és büntetendő az a személy, akinek véralkohol szintje meghaladja a 0,2%-et. A svédek egyik legjobb tulajdonsága, hogy nem firtatják mások döntéseit, egy kérdésre, kérésre adott nemleges válaszra nem várnak magyarázatot, és nem kezdenek el győzködni. Egyszer ugyan visszakérdeznek, hogy biztos vagy benne, de aztán ejtik a témát. Ha például közöd egy svéddel, hogy mégsem érsz rá vele aznap találkozni, elfogadja, és nem kezd el kérdezősködni, hogy de miért nem, hova mész, mit csinálsz a helyet, hogy velem találkoznál. Valamennyit te elmondasz a dologról, és nem vár rá magyarázatot. Mennyivel könnyebb lenne az élet, ha ezt a tulajdonságot minden ember a magáévá tenni. És végül, de nem utolsó sorban, a svédek nem nagyon használnak készpénzt. És hogy miért nem? Az üzletek, éttermek, kávézók elég nagy része, körülbelül 20%-a nem fogad már el készpénzt. Napi árukat forgalmazó üzletek természetesen igen. A csökkenő készpénz használat oka a megváltozott vásárlási szokások és az új fizetési lehetőségek. A svédek nagyon gyakran interneten keresztül vásárolnak, ahol ugyebár nem lehet készpénzzel fizetni. A fejlett technika és az új fizetési szolgáltatások, mint például a részletfizetés vagy a kredit, szintén hozzájárulnak a kevesebb készpénz használathoz. A svéd törvények alapján azonban mindenki továbbra is jogosult készpénzzel fizetni. Amennyiben egy szolgáltató nem fogad el készpénzt, arról a vásárlót még az üzletbe való belépés előtt egyértelműen tájékoztatni kell. Általában a bejárati ajtón helyezik el ezt az információt. Most, hogy már nagyjából képben vagy a svéd emberekkel és szokásokkal kapcsolatban, nézzük, milyen témájú videókkal készülök a következőkben. A sorozat következő részében azokat a dolgokat fogom megosztani veled, amelyekre feltétlenül gondolnod kell, mielőtt Svédországba költöznél. Az ezt követő videóban részletesen bemutatom, hogy merre indulj el, miután megérkeztél. Lesz szó a bevándorlási hivatalról,
lakcím létesítéséről és az albérleti lehetőségekről. Majd egy újabb részben egy nagyon sokakat érdeklő és érintő téma következik, az ingyenes nyelvtanulás szakmai képzés bevándorlóknak. Itt kitérek majd a tanulmányi támogatás, diákhitel rendszerére, a szakmához kapcsolódó gyakorlati lehetőségekre, illetve a magyar diploma átminősítésének folyamatára is. Tartsatok velem legközelebb is! Ha tetszett a videó, kérlek, jutalmazzatok meg minket egy lájkkal. Ha kérdésetek, észrevételetek van az elhangzottakkal kapcsolatban, a videó alatti komment szekcióban bátran tegyétek fel. Ha egyéb tartalmakra is kíváncsiak vagytok tőlünk, kövessetek minket a Facebookon és Instagramon is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!